Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Erkel születését ünnepelték. Négyen kapták meg a zeneszerzőről elnevezett ösztöndíjat. Tovább romlik a járványhelyzet. Három nap alatt közel 1000-en fertőződtek meg a koronavírussal. Díjazták a sportolókat. Gyulaváros sportjáért kitüntetést vehetett át Kuruc András játékvezető. Már a kiwi is megterem hazánkban. A növénytermesztéséhez adott tanácsokat Szűcs Gergely kertész. Erkel Ferenc születésének 211. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget vasárnap este Gyulán. Idén Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjban részesült Burda Adrien, Gombos Ágnes, Rózsa Kitti, valamint Mundrucó Nóra. Ez a nap híre. Erkel Ferenc születésének 211. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget Gyulán. Először az emlékház falán lévő emléktáblát koszorúzták meg. Kifejezzük tiszteletünket városunk egykori nagy szülöttje iránt, és az ő életműve emlékének is adózzunk művészeti élményekkel. A vasárnapi esemény a Városháza dísztermében folytatódott, ahol átadták az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjakat. 2018 óta újra életben tartanak egy olyan hagyományt, melyet a Gyulai Tanácsa zeneszerző születésének 150. évfordulóján 1960-ban indított el Erkel Ferenc társadalmi ösztöndíj néven. Ekkor még a zenei tanulmányokat folytató tehetségeket támogatták. Az első ösztöndíjas Csonka Barna volt, aki később az Erkel Ferenc Zeneiskola zenetanára lett. A javaslatomra a képviselőtestület 2018 óta Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjat ítél meg olyan gyulai fiataloknak, akik vagy középiskolai, vagy felsőfokú tanulmányokat folytatnak bármely művészeti ágban. Mi már nem csak a zeneművészetek, de bármely művészeti ág területén tanulmányokat folytató fiatal tehetséget elismerünk. Ezzel anyagi támogatást biztosítunk számukra havi 25 000 forint nettó összegben, de emellett természetesen ez egy üzenet is a polgári közösség részéről, hogy nagyra becsüljük és tiszteljük azt a tehetséget, amellyel rendelkeznek, azt az elkötelezettséget, amellyel tanulmányaikat folytatják, és mi már most is tisztelettel és támogatóan tekintünk az ő tevékenységükre, nem csak akkor majd, hogyha híresek lesznek. Idén Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjban részesült Burda Adrien, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium 12. osztályos tanulója. Budapesten szeretnék tovább tanulni, vagy a MOMÉN, vagy pedig a Képzőművészeti Egyetemen. Vagy a festő, vagy a grafikus szakirányt szeretném tovább tanulni, vagy a divat is érdekel, anyagtervezés, és vagy a fotózás is. Még nagyon nehéz eldöntenem, hogy a művészet ugye sok irányú, de még a művészettörténet is érdekel. Ösztöndíjat kapott Gombos Ágnes, a Magyar Képzőművészeti Egyetem harmadéves tervező grafikus szakos hallgatója. Kicsit meg is lepődtem, mert tudtam, hogy ez elsősorban zenei, tudtam, hogy kiterjesztették már más művészeti ágakra is, de úgy éreztem, hogy talán egy kicsit kevésbé indulok előnyből így, hogy én csak rajzolok, de nagyon pozitív csalódás volt, és nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a díjat. Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjat vehetett, tehát immár harmadik alkalommal Rózsa Kitti, a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti kar operaénekes mesterképzésén résztvevő hallgatója. Pici koromban már elkezdtem az éneklést, mindig is tudtam, hogy énekesnő szeretnék lenni, és egyszer csak Ceglédi Katalin művésznőbe botlottam, és mindenáron hozzá akartam kerülni énekelni, és neki köszönhetem, hogy elindultam ezen a pályán, ő szeretette meg velem a komoly zenét, és onnastól kezdve már borítékolva volt az, hogy én a komoly zenében, az operában szeretném meglelni szívem muzsikáját, és így a Bartók Béla zeneművészeti karra, zeneművészeti szakközépiskolába jelentkeztem Békés Csabára, ott végeztem Kolarovszki Saroltánál, és utána pedig felvételt nyertem Szegedre. Ösztöndíjban részesült még Mundrucó Nóra,
első éves tervező grafikus szakos hallgató. A rendezvényen Somogyvári Ákos, az Erkel Ferenc társaság elnöke kiemelte. Az Erkel Ferenc Emlékház több kiállítási tárgyát is bemutatják egy időszaki kiállításon, a hamarosan megnyíló Magyar Zeneházában. Általában véve interaktív, 21. század igényeket kielégítő kiállítási terek lesznek, ám Erkel kivétel. Erkelnek egy szentélyt, egy sarkot szenteltek, és egy kifejezetten hagyománytisztelő, a 19. századot megidéző, a Erkel korát megidéző hagyományos kiállítási tér lesz, és ehhez komoly segítséget fog nyújtani Gyula város, illetve Gyula városnak az Erkel emlékháza. A Városháza dísztermében ünnepi hangversennyel emlékeztek Erkel Ferencre. Itt Áhim Erzsébet zongoraművész és Beke Ágnes hegedűművész. Valamint Rózsa Kitti opera énekes előadását lehetett hallani. Az esemény végén a megjelentek megkoszorúzták Erkel Ferenc szobrát, ezt követően pedig elénekelték a szózatot. Továbbra is meredeken emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. Pénteken még 26.262, hétfőn az összesített hétvégi adatok alapján már 27.256 koronavírus fertőzöttet tartottak nyilván Békés megyében a járvány tavaly márciusi kezdete óta. Térségünk az elmúlt napok rohamos fertőzés szám emelkedése ellenére is őrzi helyét a legjobb helyzetben lévő megyék között. Az elmúlt három napon országosan is kedvezőtlen adatok születtek. 17.834 új fertőzöttet igazoltak. A járvány kezdete óta 910.000-en betegedtek meg hivatalosan. A valós szám ennek a többszöröse lehet. A hétvégén elhunyt 214, többségében idős, krónikus beteg. Egyre többen, már 3980-an vannak kórházban, 434-en kerültek lélegeztetőgépre. A beoltottak száma 5.974.000, közülük 1.369.000-en kapták meg a harmadik adagot. A beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. Januárban a járvány miatt elmaradt a 2020-as év sportolója díját adó ünnepség, a programot péntek este a Vigadóban pótolták. A számos elismerés között Gyula város sportjáért kitüntetést vehetett át Kuruc András. A járvány miatt januárban elmaradt, ezért ősszel pótolták az év sportolója díját adó ünnepséget. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester hangsúlyozta, a járvány ellenére fontosnak tartották, hogy elismerjék a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sportolókat. Az idei évvel kapcsolatban megjegyezte, Veres Laura 1976 óta az első olyan úszó, aki Gyulai Sportegyesület tagjaként úszhatott olimpiai döntőben. Laura példája megmutatta, hogy egy olyan vidéki városból indulva is lehet nemzetközi eredményeket elérni, mint Gyula itt a keleti határ mentén, és ez csodálatos dolog. Rajta kívül is sokan értetek el nagyszerű sikereket, talán köztetek van következő olimpikumunk, de már most is dicsőséget hoztatok városotoknak, családotoknak, edzőiteknek és társaitoknak, amelyhez szívből gratulálok a gyulai polgárok. 2020 női sportolója díjat kapott az úszó Veres Laura és Mácsok Fruzsina, illetve a kézilabdázó Bányainé Szabó Renáta. Nagyon nagy elismerés volt, nem gondoltam volna, hogy még egyszer el fogom nyerni, mert egyszer már 2009-ben is megkaptam ezt a díjat. Tényleg nem számítottam rá, de nagyon örülök neki. Az év férfi sportolója díjat az úszó Havas Balázs, az aikidós Szanyi Donát és a teniszező Lovász Zoltán kapta. Hát igazából minden napjaim részévé vált, nem tudnék nagyon így tenisz nélkül, se sport nélkül élni. Hát nagyon fontos számomra.
igazából megtanultam a teniszt, hogy hogy tisztelem a másikat, illetve szereztem magamnak egy versenyszellemet a többiek felé. Az eseményen Gyulaváros sportjáért elismerést vehetett át a játékvezető Kuruc András. A sport, ha most ilyen duroktatni akarnék szavakat, mindent jelent az élet mellett. Megtanít küzdeni, megtanít élni, megtanít a negatív, megtanít a pozitív dolgokat átélni, redukálva az életbe, és ezeket olyan lelki plusz jelent minden egyénnek, nem csak nekem, nyilván mindannyiunknak, ami az egész életünkre kihat. Az év edzőjének, az úszókat felkészítő Tóth Andrást és Juhász Jácintot, a női kézilabda csapat trénerét, Zöldi Tóth Katalint, illetve a teniszedző Kovács Zoltánt választották. Az éghajlati változásoknak köszönhetően már a kiwi is megterem hazánkban. A növény termesztéséről osztott meg fontos tanácsokat Szűcs Gergely kertész. Az éghajlatváltozásnak köszönhetően már hazánkban is termeszthetők a különböző déli gyümölcsök, mint például a kiwi. A kiwi egy kétlaki futó növény. Külön van hím és női varú növény, melyeknek együttes ültetése szükséges a terméshez. A kiwibe mindenféleképpen úgy kell nekiállni, hogy két vagy három növénynek kell helyet biztosítani. A kiwi egy futó növény, tehát szeret jó hosszan elnyúlni, 6-8 métert tud nőni alaphelyzetben az ágai, vagy a vesszői, tehát jó, hogyha egy ilyen 12-14 méteres területre engedhetjük szabadon. Tökéletes lehet mondjuk egy kocsiba álló, aminek a tetejét be kell futtatni, vagy egy olyan szabad terület, amivel eddig nem tudtunk kezdeni, és mondjuk egy kiülő résznek a befuttatására is tökéletesen alkalmas lehet. A kivinek a támrendszere általában egy T-alakzatú támrendszer. Fontos, hogy nem szabad visszavágni, hiszen termése a vesszők végén található. Hogyha cserében található növényünk van, bármikor ki lehet ültetni, akár ebben az időszakban is a fagyok előtt. Célszerű az első időszakokban még a tövét védeni, ültetés után bevédeni a fagyok ellen. Ez lehet valamilyen takarással, körbevesszük csirkehálóval és falevelekkel, jól megtömjük a környékét, hogy ne érje közvetlenül fagy, vagy vannak növénytakaró anyagok, amivel szépen be tudjuk takarni, körül tudjuk tekerni, és hogyha már az első 2-3 évben, amikor már megerősödött, utána már nem kell vele foglalkozni. Metszése hasonló a szőlő metszéséhez, csak itt nem kell visszavágni a vesszőket. Ritkíthatjuk, irányíthatjuk és kötegelhetjük. Ha egy nő és egy hímivarú növényt ültettünk egymás mellé, akkor ebben az időszakban, október-november környékén már élvezhetjük is a kiwi termést. A következő években több mint 86 milliárd forint érkezik Békés megyébe. Rövid hírek következnek. Megjelentek a TOP Plus, a Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plus első pályázatai. A 2021 és 2027 közötti Európai Uniós pénzügyi ciklusban több mint 86 milliárd forint érkezik Békés megyébe. Ez az összeg 26 milliárd forinttal több, mint az előző ciklusban. Mindez azt jelenti, hogy több forrás lehet majd felhasználni Gyulán is. Lakosságszám arány tekintve ez az összeg 6,6 milliárd forint. Kónya István, megyei térségi tanácsnok kiemelte, ez az induló összeg akkora, mint amennyit két év alatt sikerült fejlesztések által megvalósítaniuk Gyulán. Kónya István elmondta, három prioritási tengely mentén haladnak a jelenlegi uniós ciklusban. Ebből a legnagyobb az élhető települések témakör, amelyben pályázni fognak többek között csapadékvízzel vezető rendszerek korszerűsítésére, valamint óvoda felújításra. Vannak olyan belterületi útszakaszok, melyek nem a gyulai önkormányzat tulajdonában vannak. Ilyen többek között a Madács utca, valamint a Bartók Béla és az Ajtósi Albert utca közötti szakasz, melyek a Magyar Közút kezelésében vannak. A 8,8 milliárd forintos gyulai járási keretből 900 millió forintnyi kerete lesz a cégnek. Kónya István kiemelte, bíznak benne, hogy ezek az említett szakaszok is megújulhatnak az előttünk álló időszakban.
A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány november 22-e és 28-a között oltási akcióhetet indít. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalást nélkül is várják azon a héten a még oltatlanokat, és akár a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát. A beoltottak száma jelenleg 5.968.000, a harmadik adagot eddig 1.315.000-en vették fel. Nincs érvényben intézményelhagyási és látogatási tilalom. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményéhez tartozó idős otthonokban. Kisszabolcs intézményvezető kiemelte, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a koronavírus fertőzés ne kerüljön be a falak közé. A védőoltással nem rendelkező ellátottaknak javasolják a maszkviselést. A jelenlegi utasítási rend szerint a látogatók személyes tárgyait egy értékmegőrző szekrényben kell elhelyezni, valamint fel kell venni egy látogatói köpenyt. Kisszabolcs elmondta, ha szükséges, a lakók védelme érdekében további intézkedéseket vezetnek be. A csütörtöki erős szél feladta a leckét a Gyulai Közüzemi Kft. Munkatársainak. A lehullott avar összegyűjtése nehezebben ment, mint egyébként. November elején a kertészeti csoport legfontosabb őszi munkája a lombgyűjtés és az összegyűjtött avar elszállítása. Ezekben a napokban is ezt a feladatot látják el a cég érintett dolgozói. A munkát nem csak kézi erővel és kis gépekkel végzik, nemrég munkába állt egy új eszköz is, egy igen hatékony lombszívó berendezés. Az Eleki úti komposztáló telepen egy rövid tárolási időszak után megforgatják a halmokat, hogy a baktériumok, gombák megfelelő hatásfokkal dolgozzanak. Az utóérlelőbe kerülő anyag 7-8 hónap alatt teljesen földszerű állagúvá válik, vagyis komposzt lesz belőle. A közüzem szakemberei egy év alatt 3-4 ezer tonna zöld hulladékot dolgoznak fel, ebből közel 1000-1200 tonnányi komposzt képződik. Egy különleges, kétszereplős komédiát láthattak Gyulán a színház kedvelő nézők a Rózsavölgyi Szalon előadásában. A Valami Csajok elnevezésű komikus darab egy korábbi film színpadra adaptált verziója, melyet 2016 óta játszanak Pokornilia és Őze Áron szereplésével. Te hogy kikupálottál? Egyre feljel. Azt hiszem, hogy... A darab témája a nő és a férfi kapcsolata. A főszereplő férfi házasságra szánja el magát, de még előtte egy szállodai szobában találkozik a korábbi kapcsolataiban megjelenő nőkkel, négy teljesen különböző nővel az életéből. Nagyon sok apró titok derül ki a néző számára a darab során a nő és a férfi kapcsolatáról. A darab érdekessége, hogy több egymástól teljesen elkülönülő női karakter jelenik meg benne, ezek mindegyikét Pokornilia alakítja. A színésznő elmondta, azért izgalmas számára ez a feladat, mert egymás riválisait játsza a férfi életében az egymást követő nőket. A színészek elmondták, nagyon pozitív az előadás fogadtatása, a közönség általában megoszlik azokra, akik a nőnek, illetve akik a férfinak drukkolnak. Ez az előadás mindkettejük számára olyan, amit nagyon szeretnek játszani ennyi év után is. Lépcsőzéssel jótékonykodtak Békésen. Lapszemle következik. Lépcsőzéssel jótékonykodtak. Jótékonysági céllal lépcsőzőgép versenyt rendeztek Békésen a Szent Lázár Alapítvány kezdeményezéséhez kapcsolódva, írta a Beol. Egy olyan betegrögzítő eszköz beszerzését tűzték ki célul, melynek használatával a kezelések során a célzott terület környezete kisebb sugárhatásnak van kitéve. A tudatos online jelenlétre figyelmeztet a rendőrség. Azzal, hogy az emberek egyre többet használják az online szolgáltatásokat, nagyot nőtt a kiberbűnözők mozgástere, írta az Orosz Café. A rendőrség mind a vásárlókat, mind az eladókat óvatosságra kéri. Hatan bérmálkoztak Csengelén.
Idén ünnepli 20 éves fennállását a Csengelei Szent Imre Katolikus templom, írta a szegedcsanád.hu. Ebből az alkalomból Kis Rigó László püspök celebrált szentmisét, melynek keretében 6 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Megválasztották az év sportolóit. Békésen 3-an kapták meg az elismerést. A Békési Újság beszámolójából kiderül, Balog Ágnes Kira asztali teniszező, Fekély Szilárd súlyemelő és 100 Bálint kézilabdázó érdemelte ki a díjat. Gyakran előfordulhat köd a következő napokban, de napsütésre is készülhetünk. Szerdától már fagypont körül alakul a reggeli hőmérséklet. Kedden a reggeli köd után napos, csapadékmentes időre készülhetünk. A hőmérséklet 3 és 14 fok között alakul. Szerdán is várható köd, az olykor élénk szél mellett gyakran kisüt a nap. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul majd. Lássuk még egyszer mai híreinket. Erkel születését ünnepelték. 4 kapták meg a zeneszerzőről elnevezett ösztöndíjat. Tovább romlik a járványhelyzet. 3 nap alatt közel 1000 fertőződtek meg a koronavírussal. Díjazták a sportolókat. Gyulaváros sportjáért kitüntetést vehetett át Kuruc András játékvezető. Már a kiwi is megterem hazánkban. A növénytermesztéséhez adott tanácsokat Szűcs Gergely kertész. Ez volt a Gyula TV híradója. Most az Erkel ösztöndíját adóról és a születésnapi hangversenyről közvetítünk. Kövessenek minket közösségi felületeinken is, további jó tévézést kívánunk!